édesanyámnak az eredeti neve, a lánykori neve, az Bukta Mária. Az édesapám meg Vince László. Elválaszthatatlanok voltak minden szempontból a drága szüleim. Irek-Szemcsén nőttek fel, ez Somogy megyében egy gyönyörű kis falu. Édesanyám magával hozta azokat a kincseit, hogy gyönyörűen énekelt, és az első fellépése a Csárdás királynőnek a főszerepe volt. Apukám gyönyörűen rajzolt, festett ő is. És akkor is már kiderült, a bátyám is szereti a muzsikát, de gyönyörűen rajzolt, festett, és végül is elmondhatom, ívüldíjas építészmérnök lett. Most kaptam egy olyan ajándékot a nagyon kedves rokon Bukta Jánostól. Anyukám igazából divattervező szeretett volna lenni, gyönyörűen rajzolt, gyönyörű gyöngybetűi vannak. És valószínű innen adódott, hogy az iskolában ez egy órai rajzal. Van egy naplója, kicsit nehezen már elolvasni, gyakorlatilag a mindennapjairól jegyzetel, és már az ismerkedés is benne van, hogy ott van az apukám, és ez egy nagyon kedves dolog. És hozzá kell tennem, hogy azért egy nagyon nehéz időszak, hogy miért nem lett ugye divattervező vagy énekesnő. Hát a történelem közbe szólt. Neki akkor el kellett menni dolgoznia, elvesztette az édesapját, és akkor muszáj volt, hogy megéljen a család. Én nekem azért is maradtak példaképeim, mert ez egy nagyon nehéz időszakban is felül tudtak emelkedni, és megmaradt a tehetsége, más formában tudott ezzel élni. Nekünk azért volt nagyon fontos a testvéremmel is, hogy be is bizonyítsuk, hogy ez az örökség, ez igenis genetikán túl is működik, mert valami visszakerül majd abból, amit mi kaptunk tőlük, ami megfizethetetlen. Több évtizede visszajárok Székelyföldre. Valami mindig odahúzta a szívemet. A 80-as évek második felében, amikor már a zenekarral is koncerteztem, a Napóleon Bulvárral, és megszületett az Európa Visszavár című dalunk 1988-ban, tehát még a forradalom előtt. Akkor kaptam ezt a gyönyörű szép faragmányt Székelyudvarhelyről való. Ez azért nagyon különleges, mert akkor még mind nem tudtam, hogy nekem tényleg a nagypapa vonalon, a Vince vonalon, ott lesznek még ilyen gyökerek, székelyföldi kalota szentkirályi kötődések. Ezek a szálok szerintem mindnyájunkat összekölt, és valóban választ kapunk a származásunkra, választ kapunk arra, hogy mi a dolgunk a világban. A 2008-ban, amikor a Rajka együttes meghívására vendégként énekelhettem 16. Benedek pápa előtt audencián, a drága zenekarral együtt, két csodálatos magyar dalt, amire azt hiszem nem is nagyon volt rá példa kultúrtörténetileg sem. Az egyik a Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, és utána pedig a Wolf Péternek az Ave Mariáját is szintén. Hát ott megállt a levegőn 70-80 ezer ember között, akkor kijött hozzám a Clarissa rendből egy fantasztikus hölgy. Ezt a gyönyörű imagyöngyöt fából helyezte a kezemre. Valahogy áldást kapok, úgy érzem folyamatosan. Volt, hogy nagyon nehéz volt az élet. Ha nem biztos, hogy ez a művészet így kitölti az életemet, vagy nem sikerül ezt így megoldani, akkor sokkal nehezebb lett volna az életem. Nem biztos, hogy ilyen erős maradok. Ennyi szeretet marad bennem. Tehát életmentő. Nagyon nagy erőt adnak a művészetek.